Zádor Jenő vagy, ahogy a világ filmgyártásában ismerik, Zádor Eugén, Bátaszéken született, Cukker József kereskedő és Birman Paula fiaként. Már gyermekként virtuózán zongorázott, a Münsteri Egyetemen doktori címet szerzett. 1935-től a Budapesti Zeneakadémián tanított. 39-ben kivándorolt az Egyesült Államokba, előbb New Yorkba próbálkozott a Columbus Christoph című operájával, majd 1940-től Hollywoodban tanított és több mint 120 film zenéjét hangszerelte vagy komponálta. Dózsa Miklósnak állandó munkatársa volt. Nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük, ugyanis valóban igaz az, hogy ezek a nagy hollywoodi ikonok, hiszen arról van szó Zádor Jenő esetében is, akit egyébként Hollywood legtermékenyebb és legérdekesebb hangszerelőjének és zeneszerzőjének tartanak a filmiparban. Nos, valóban, ahogy azok az emberek, akik ismerték, akik hallottak, elhagynak minket, úgy ezek az emlékek eltűnnek. A Magyar Hollywood Tanács, amikor 2016-ban megalakult, ez egy civil szervezet, pont ezt a hiánypótló tevékenységet tűzte zászlajára, hogy ne engedjük ezeket az emlékeket eltűnni. Ugyanis ez egy kincses láda, a Hollywood magyar gyökerei néven emlegetett kincses ládáról beszélek. Ugye itt több száz emberről van szó. Ne felejtsük el, hogy Hollywood legnagyobb filmstúdióit, Paramount Pictures, Adolf Zukor alapította, Ricsén született. Onnan 50 kilométerre Tolcsván született William Fox, Fuchs Vilmos, aki a 20th Century Foxot alapította. Nonsense, hogy 50 kilométerre egymástól és 10.000 kilométerre Magyarországra ismerkedtek meg. Na de a zene. Zádor Jenő, Rózsa Miklós, ugye a megbonthatatlan páros, hogy így mondjam, akik több tucat hollywoodi filmnek a zenéjét szerezték és hangszerelték együtt, mert ők barátok és munkatársak voltak. Hát ez egy olyan-olyan fantasztikus eredmény, amire nem is gondolom. Rózsa Miklós 3 Oscart vehetett át, Hitchcock Elbűvölve, George Cukor Kettős élet, valamint Sam Zibbalist Ben Hur című filmjének zenéjért. Zádor Jenő eközben a háttérben maradt. Amikor arról beszélünk, hogy ők együtt dolgoztak, akkor azt kell mondjam, hogy bizony az Oscar-díjakban Zádor is benne van, és neki is köszönhető ez. Zádor emlékét kell nyomni. Magyarán szólva van egy magyar értéktár, abban kell nekünk kutakodnunk, előrehozni. Másrészt az ilyen eseményeket, mint a születésnap, a halálévfordulója, fel kell használni arra, hogy emlékezzünk, és emlékeztessünk. Pontosabban ez egy ismeretterjesztő és oktató tevékenység is, nem csak az emlék fenntartása, hiszen a mai fiatalok legnagyobb része nem hallott róla, nem tud róla. Ezért én azt hiszem, hogy azok a települések, ahol Magyarországon ilyen nagyszerű emberek születtek és Hollywoodba eljutottak, azok különösen nagy lehetőséget és felelősséget is viselnek arra, hogy a saját iskoláikban ezt az emléket megtartsák. Bátaszék büszkélkedhet azzal, hogy számos nagyság vitte el a város hírét a nagyvilágban. Ilyen volt Zádor Jenő is. Zeneszerzőként kivételeset alkotott az Egyesült Államokban, Hollywoodban. Leírások alapján a legtermékenyebb zeneszerző hírében állt, operától kezdve számtalan zenemű formájában hozott értéket létre a világnak. Mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk minden olyan bátaszéki szülőtre, aki az életének, illetve munkásságának területén messzire tudta elvinni bátaszéknek a hírét. Abból az apropóból helyeztük el ma Bokor Balázssal, a Magyar Hollywood Tanács elnökével a koszorút, hogy születésnapja van Zádor Jenőnek. Szerettük volna mindenképpen megemlékezni Bátaszék születéről, és hát arról beszéltünk elnök úrral, hogy minden egyes alkalmat meg fogunk ragadni, hogy azok a magyar emberek, akik nagyot alkottak a világ különböző táján, az ő emléküket mindig felszínen tartsuk, és az utókor számára elmondjuk, és őket is büszkévé tegyük ezzel kapcsolatban. Legutóbb idén nyáron emlékeztek meg a világhírű muzsikussal, és akkor az Egyesült Államokból ideutazott Zádor Jenő lánya is. I'm just very overwhelmed with gratitude. Végtelenül hálás vagyok a városnak, a polgármesternek, a fiatal zenészeknek ezért. Az édesapám nagyon örülne, ha tudná, hogy ennyi év elteltével is így emlékeznek rá. Ez egy csodálatos élmény mindannyiunk számára. A Hollywood
tanács azon dolgozik, hogy létrehozzon egy hálózatot azokból a településekből, akik szülötteik révén érintettek a filmgyártás mekkájának felvirágoztatásában. A hollywoodi magyar gyökerek, vagy Hollywood magyar gyökerei településrendszert hozzuk létre. Tehát azok a magyar települések, ahol születtek ezek a nagyok, ezek benne vannak. Egy-egy védjegy dokumentumot kaptak, és 2023 tavaszán tervezzük, hogy az Origo filmstúdióban, az aula falán, Magyarország térképen ugye felzászlózzuk azokat a helyiségeket, ahonnan jöttek ezek a nagyok. És ez is egy összetartó erő lesz, egy emlékeztető erő. Tavaszra tervezünk egy rendezvényt, hiszen akkor halála alkalmával fogunk róla megemlékezni. Szeretnénk egy kisebb ünnepség keretében méltó emléket állítani az ő életútjának.